mérkőzés két részletben lehet értékelni. Az egyik az első fél idő, ahol nagyszerűen játszottunk, kontrolláltuk a találkozót, gólt szereztünk, és megvoltak a helyzeténk, hogy akár le is tudjuk zárni a találkozót. Viszont egy kicsit talán könnyelműen kihagytuk ezeket a helyzeteket, és a futballban bizony olykor megbosszulja ez magát, ahogy ma is megvolt a találat az ellenfélnek. Ha jól hallottam, szabályos talált volt, nem lesz túl sportszerű, amit mondok, de a mi helyzetünkben örülünk annak, hogy nem adta meg a játékvezető. Ettől függetlenül gratulálunk az azeri csapatnak, nem volt már egyszerű játszanunk. A másik fél időben pedig ránk ütötték az akaratukat, még annak ellenére is, hogy nem ez volt megbeszélve a fél időben, hanem hogy újra rájuk menjünk és letámadjuk őket, és megrúgjuk azt a fontos második gólt. De a futballban van egy ellenfél is, és adott esetben ránk tudja erőltetni az akaratát, ez megtörtént. Meg lehet, hogy egy kicsit az a rémálomszerű horvát meccs benne volt a lábakban, fejekben. Nekem talán egy kicsit könnyebb volt, mert én is bár ott voltam azon a találkozón és átéltem, de én nem a pályáról, és nem voltak percek a lábaimban, itt egy kicsit frissebb voltam, mint a többiek. De szerintem ma este nem érhet senkit kritika, mert ebben a helyzetben lehoztuk, és él még a remény, hogy kijuthatunk a hazai rendezésű EB-re. Valamint az is nagyon fontos üzenet volt a mai mérkőzésnek, hogy kijött x ezer akárhány gyermek, és reméljük, hogy olyan pozitív élménnyel tudtak hazamenni a kísérőjük együtt, hogy a jövőben ez egy jó alap lehet nekik arra, hogy akár a magyar válogatott is profitálni tud ebből, és a magyar válogatott mezében pályára tudnak lépni, és bravúros győzelmeket tudnak aratni. Hogyha pedig nem így alakul, akkor szurkolóként, szponzorként, vagy bármilyen titulusban hozzájárulnak a magyar futball fejlődéséhez, és reméljük, hogy ez a mérkőzés hozzájárult ehhez. A hangulat az jó volt, kicsik azok végig, nem tudom, vuvuzelát fújtak, vagy nem is tudom már mit, de jó volt a hangulat, kicsit megfájdult a fejem is a végére, olyan hangos volt. De viccen kívül jó volt a csapat, jól nézett ki, összeállt a horvát meccs után, jól védekeztünk hátul, nem hagytunk helyzeteket, hogy kialakítsanak. Szerintem egész jó meccs volt. A végén volt egy kis szerencsénk, de ezt visszakaptuk a szlovák meccs után. Ez mit jelent, hogy szerencsét volt? Hát állítólag nem ért bele kézzel a srác, de ezt majd vissza kell nézni, aztán majd eldől. Készültünk erre, hogy pontrugásban erősek tudunk lenni, akár a direktben való gólszerzésre, vagy pedig ebből a kipattanókra. Korút Misi és én voltam a kipattanón, neki is összejött egy gól, valami nekem is volt egy helyzetem, amit nagy bravúrral mentett az ellenfél játékosa. Örülünk neki, hogy így alakult és lehoztuk ezt a találkozót, még hogyha nem is a támadók hozták össze a találatot. De olykor, hogy mindenkinek be kell tenni a közösbe azt a bizonyost, és a Misi most támadó vénákat megmutatva gólt szerzett, viszont azt sem szabad elfelejteni, hogy hogyan kompaktan védekezett a csapat, és a Szalai Ádámtól kezdve az összes támadón keresztül mindenki beletette a melót a mai nap. Mennyire volt nehéz ezt Viti meccs után beszállni? Milyen állapotban volt a társaság, a közösség? Mennyire nehéz ilyenkor? Hát nehéz volt, mert ugye nem úgy sikerült ez a mérkőzés, ahogy készültünk rá. Sajnos nem elég sokat hibáztunk hátul, nem volt annyira koncentráltak, vagy nem is tudom, hogy mi volt a probléma azon a mérkőzésen, de próbáltuk összeszedni magunkat, mert ez nem lehet az, hogy most itt feladjuk a végén. Mentünk tovább, és próbáltunk felállni a padlóról. Nyugtass meg minket, hogy nem sérültél meg, hiszen nem kíméltek téged az azeriek, sokat volt ellent a földön. Igen, én ezt tudom, én cselezni tudok, ritmust váltani, és ezt adott olykor nem biztos, hogy úgy reagálja le az ellenfél és faultól. Bizony kaptam sok csomagot, de ilyenkor sokkal könnyebb megemészteni ezt, mikor győz a csapat, de nem azért cseréltek le, hanem Sigér Dávid készen állt a kispadon, hogy beszéljen, és ő kapott ma lehetőséget.